Köszöntök mindenkit! Kovács Ildikó vagyok a Junior Achievement Magyarország Alapítványtól. Egy rövid piackutatást hadd végezzek. Ez a név, hogy Junior Achievement ismerőse. Ezt örömmel látom, köszönöm. Általában előszokott fordulni olyan helyzet is, hogy nem nagyon rémlik a név, ilyenkor próbáljuk bebizonyítani, hogy nem egy titkosszolgálati egység vagyunk, és inkognitóban működünk, hanem az elmúlt több mint 20 év során működünk Magyarországon, rendhagyó módon Szegedi Központtal. Annyit hadd foglaljak össze azok számára, akik számára ez a név nem ismerős, hogy mivel is foglalkozunk. A Junior Achievement név nem azzal a céllal lett kiválasztva, hogy összezavarjuk a hallgatóságot és megjegyezhetetlen névvel próbáljuk felismerhetővé tenni magunkat, hanem ez egy amerikai kezdeményezés, világszerte több mint 122 országban van jelen, egy civil kezdeményezés, a lényege pedig leginkább magával a logóval szimbolizálható. Amint látják, ez egy háromszög, egy piramis. Ez egyrészt jelenti azoknak a kulcsfontosságú szereplőknek a szerepét, akik részt vesznek a programjainkban. Ugyanis egyrészt támaszkodunk a tanárokra, másrészt a diákokra, akik a célcsoportunk, harmadrészt pedig bevonjuk az üzleti szférából vállalkozókedvű önkénteseket, akik úgy érzik, hogy szívesen kapcsolatba lépnének diákokkal, és átadnák azt a fajta tudást és tapasztalatot, aminek birtokában vannak. Másrészt pedig ez a három oldalú háromszög, milyen más lenne, négy oldalú az már nem az lenne, ez pedig jelenti azt, hogy a programjaink miről szólnak, és el is érkeztünk a mai nap témájához. Egyrészt a pénzügyi kultúra fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, másrészt a vállalkozói szellemi oktatás, a vállalkozói kompetencia fejlesztésre, harmadrészt pedig a munkavállalói készségek fejlesztésére. Számunkra a programjainkon belül ez a három oldal szorosan összefügg, és akinek már ismerős a nevünk, valószínűleg tudja is, hogy a programjainkon belül igyekszünk nem kiemelten egy oldalra fókuszálni, hanem lehetőleg összeszűjük ezt a három oldalt. De akkor lépjünk is tovább, egészen a prezentáció címéig, pénzügyek természetesen, avagy pénzügyi ismeretek és környezeti nevelés. Na most az eredeti felkérés úgy hangzott el, hogy mutassuk be a Junior Achievement Magyarország gyakorlati alapokon nyugvó módszereit pénzügyi oktatás tekintetében. Én ezt annyiban módosítottam, hogy egy kicsit szeretném bemutatni önöknek a egyik legújabb kezdeményezésünket, az pedig arról szól, hogy összekötjük a pénzügyi ismereteket a környezeti neveléssel. Na most, miután mi vállalkozás fejlesztéssel, vállalkozói szellemi oktatással foglalkozunk, hadd nyúljak egy olyan példához, ami gyakori szituáció vállalkozók számára. Ha nincs elég tőke ahhoz, hogy beindítsa vállalkozását, meg kell keresni a banki befektetőket, vagy hiteligénylésre kerül sor, és itt bizony az a feladat kerül, az a feladattal állnak szembe, hogy be kell mutatni az üzleti ötletüket. Na most én akkor bemutatnám a mi üzleti ötletünket, és ilyen helyzetekben az szokott előfordulni, hogyha lát benne a befektető fantáziát, akkor támogatja az ötletet, ha nem, akkor valószínűleg tovább kell dolgozni rajta. Na most ez lenne nagyon röviden és tömören a mi üzleti ötletünk. Kérdés az lenne, hogy mit látnak önök ezen. Igen, veteményes növényeket. Hát ez így mondhatnám, mondjuk, ha belehelyezkedek egy banki hiteligényléssel foglalkozó szakember helyzetébe, ez így elég szerény. Úgyhogy dr. Bubu mondjára mondhatnám, hogy kérem a következőt. Szerencsére megmondhatom, én vagyok az utolsó előadó, úgyhogy nem lesz következő. Viszont én megmutatnám azt önöknek, hogy mi az, amit mi látunk ebben az üzleti ötletben. Az előbb csak egy kertről volt szó. Mi egy kicsit nagyobb dimenzióban gondolkodunk, és iskolakertre vetítettük ki az elképzelésünket.
Az iskola kertről nem szeretnék abban a tekintetben szót ejteni, hogy környezeti nevelés kapcsán milyen számos funkciót képes betölteni és segíteni a nevelési célokat. Én inkább a pénzügyi oldalról próbálnám mindezt megközelíteni. Na most milyen pénzügyi helyzetek, döntési helyzetek merülhetnek fel egy kert kapcsán? Nem tudom, vannak olyanok, akiknek otthon van egy kis kertje? Páran. De most akkor valószínűleg, hogy előfordul az, hogy el kell dönteni, hogy az adott területet mivel lehet egyáltalán bevetni. Milyen típusú növényeket lehet ott termeszteni, ezt honnan tudom beszerezni, milyen árban tudom beszerezni, és azt is fontos lenne eldönteni, hogy milyen törődést igényelnek ezek a növények. Valószínűleg egy érzékenyebb növény sokkal több befektetett munkát fog igényelni, aminek majd tükröződnie kell az árban is. Ugyanakkor lesznek kockázati tényezők, egyáltalán alkalmas-e ez a kert az adott növény termeléséhez, mi van, hogyha nem tudjuk beosztani a munkát, és például elmarad a locsolás, vagy éppen hagyjuk elgazosodni, és gyönge lesz a termény. Harmadrész lehet az pénzügyi döntési helyzet, hogy hol fogjuk értékesíteni. Egyáltalán tisztában vagyunk-e az árakkal, és egy kis piackutatást végeznek a diákok ezzel kapcsolatban. Harmadrészt pedig felmerül a pénzügyi fenntarthatóság is. Egyáltalán lehetséges egy kertet pénzügyileg finanszírozni, és abból akár egy kis bevételt is kovácsolni. Ezek mind-mind olyan döntési helyzetek, amelyek előfordulnak egy kert kapcsán. De most ez persze ismerős lehet az iskolakert program tekintetében. Mi viszont azt az új megoldást javasoltuk, hogy mi lenne, ha mindezt egy vállalkozás keretében csinálnák a diákok. Tehát nem csupán iskolakertről beszélünk, hanem az iskolakert, mint vállalkozás, mint diákvállalkozás. Szó esett arról, hogy a vállalkozást lehet-e oktatni, lehet-e tanítani, vagy sem. Na most ezzel kapcsolatban van egy nagyon régi programja, a Junior Achievementnek, lassan 100 éves, ez a diákvállalkozás program. A diákvállalkozás program nagyon röviden arról szól, hogy a diákok saját választásuk szerint egy vállalkozást alapítanak, teljesen ők a urai az egész vállalkozást. Tehát a tanár mellettük áll, mint mentor, de nem ő mondja meg, hogy gyerekek, ez lesz erre a határidőre, hanem inkább egy facilitátori szerepkörben segíti a munkájukat. A gyerekeknek, a tanulóknak kell kitalálni, hogy mivel foglalkoznak, ki mit csinál a vállalkozáson belül, mennyiért értékesítik azt, amit éppen termelnek, hol fogják ezt értékesíteni, és hogy fogják mindezt marketingelni a publikum felé. Tehát volt számunkra ez a diákvállalkozás program, és emellé bekerült az iskolakert program. Na most az iskolakert program, ez egy már régóta bevált gyakorlati módszer. Fejleszthetjük a gyerekek ökológiai szemléletét, a környezeti nevelést, megismerkedhetnek a növénytermesztés alapjaival, egyáltalán megismerik a körülöttük élő növényeket. Ez volt egy adott program. És adott volt a mi oldalunkról a diákvállalkozás program, és úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha ezt a kettőt mi összecsatolnánk. Ehhez találtuk megfelelő partnerként az Iskolakertekért Alapítványt, és velük együttműködésben alakítottuk ki ezt az új ösvényt, vagy csapásvonalat a diákvállalkozásokon belül. De maga az ötlet, az honnan származik? Ugyanis nem egy ilyen véletlenszerű dolog. A Junior Achievement Magyarország jelenleg partnerként működik közre egy nemzetközi projektben, ahol német, román és grúz partnerekkel dolgozunk. Annyit hadd meséljek, hogy maga a projekt az főképp környezeti nevelésre összpontosít. Most mi véletlenszerűen kerültünk bele, ez egy hosszú történet lenne. Minden esetre az összes partnerünk, az biológus, biológia kutatóintézetben dolgoznak, egyetemi biológiai tanszéken dolgoznak. Tehát mi vagyunk a kakukktojás az egész projektben, és a projekten belül pedig azt a feladatot kaptuk, hogy kapcsoljuk össze a környezeti nevelést a vállalkozói oktatással, üzleti, gazdasági ismeretek átadásával. Ez így elég elrugaszkodottnak tűnt számunkra első hallásra.
hogy egyáltalán hogy is lehetséges ez. Rengeteget gondolkoztunk rajta, hogy milyen programmal rukkoljunk elő, és végül ez lett a mi válaszunk a kérdésre. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen válasz. Számos olyan lehetőség felmerül és megoldás, ami világban létezik. Mi ezt találtuk rá. Tehát az iskola kertet működtessék a gyerekek diákvállalkozásként. Ez azt jelenti, hogy ők lesznek felelősek azért, hogy abban a kertben terményt lehessen betakarítani, azt értékesítsék, és bevétel származzon belőle. Most az iskola kert, mint olyan, elég sok terhet ró az iskolára, mint a kert fenntartójára, ugyanis itt azért eszközökről van szó, vetőmagokról, locsolásról, tehát számos olyan szempont merül fel, ami nehezíti az iskola szerepét. Mi ezt szeretnénk egy kicsit fenntarthatóvá tenni azzal, hogy legális pénzforgalmat bonyolíthatnak a gyerekek, ugyanis maga a diákvállalkozás program egy olyan kivételes helyzetben van, hogy nyugta ellenében valós pénzforgalmat valósíthatna meg a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy mi egyfajta ernyőszervezetként mögöttük állunk, mi biztosítjuk a nyugtatömböket, ők pedig bármilyen iskolai napon, falunapon, városi rendezvényen, iskolai rendezvényen értékesíthetnek ezeknek a nyugtáknak az ellenében. Meg kell írniuk az üzleti ötletüket, az üzleti tervüket, ezt hát életkortól függően változó az, hogy mennyire részletesen fogalmazzák meg. Természetesen miután Magyarországon 6 éves kortól is lehet valaki vállalkozó, a mi programunkon belül, bármilyen furcsán is hangzik, tőlük nem azt a fajta dokumentációt várjuk, mint egy 18 éves vagy 17 éves kamasztól. Ezért rugalmasak vagyunk a program tekintetében. Annyit még hozzátennék, hogy ez egy új kezdeményezés, tehát még nagyon gyerekcipőben jár, mi is most tapasztaljuk ki, hogy mik lesznek azok a buktatók, vagy mik azok a változtatnivalók, amit a programon belül eszközölni kell, ugyanis a diákvállalkozás program az egy egyéves, egy tanévet átívelő program, a kertre pedig nem mondhatjuk azt, hogy most akkor kész, hiába van ott a paradicsom, mi nem nyúlunk hozzá, tehát ebben alkalmazkodunk. Ugyanúgy alkalmazkodni kell ahhoz is, hogy a társaság mekkora létszámmal dolgozik, mert itt lehet, hogy inkább a szövetkezeti alapú megközelítés jobban beválik, egy nagyobb létszámmal. Tehát számos olyan kérdés merül fel, ami még megoldásra vár, viszont úgy érezzük, hogy ez egy olyan új útvonal lenne, ami lehetőséget adna az iskoláknak kihasználni azt a területet, és esetleg még bevételt generálva, fiatalokat bevonva, kicsit szebbé tenni a környezetek maguk körül. Tehát ez volt alapvetően a program kitalálásának a körülményei. Na most, amint említettem, ez a két terület általában nem szokott karonfogva együtt járni. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy ha a gyerekek szemszögéből nézzük, a pénzügyi döntések, azok jelen vannak az életünk összes apró területünk. Kezdődve, hogy milyen uzsonnát viszek magamnak. Otthon készítem a szendvicset, vagy vásárolok előre csomagolt croissant a boltba. Lehet arról szó, hogy biciklivel megyek, vagy autóval elvitetem magam a szüleimmel. Lehet arról is szó, hogy újra hasznosított papírból gyártott füzetet veszek, vagy ezt a trendi, csillogó-villogó menő füzeteket. Na most ezek mind egyrésztről pénzügyi döntések. Végül is pénztárcánkat illeti az, hogy megspórolok-e valamennyi pénzt az utazáson vagy a füzeten. De ha más szemszögből nézzük, akkor úgy is nézhetjük, hogy ez egy környezettudatosságra nevelő kérdések. Mert hogy ha például minden nap új csomagolással fogok megvásárolni egy croissant, akkor egyre több szemetet fogok magam után hagyni. Míg hogyha otthon készítek magamnak szendvicset, és ugyanabba a dobozba viszem minden nap, akkor már a csomagolást megspóroltam. Ugyanígy a biciklizés tekintetében. Tehát ezek egyben pénzügyi és környezettudatosságra nevelő kérdések. És úgy gondoltuk, hogy ha ezek már így együtt járnak, akkor mi lenne, ha mi is összekapcsolnánk, és így született meg ez a program.
miért lehet ez érdekes az iskoláknak? Egyrészt miután komplex a program, ezért össze lehet kötni benne a biológiai ismereteket, a technika, a pénzügyi ismeretek, matematika, vállalkozói kompetenciafejlesztés. Tehát egy nagyon átfogó program. Ez egyfajta lehetőséget ad arra is a pedagógusoknak, hogy egy kis tímet alkotva együtt dolgozzanak a gyerekekkel, illetve ne úgy szerepeljen a gyerekek fejében a különböző tantárgyban megszerzett tudás, hogy azok egymástól függetlenül léteznek, hanem összekapcsolódhatnak, úgy, mint a valós életben is. Ezen felül egyrészt a fiatalok szabadban töltik az időt, ami a mai világban szerintem egy nagyon jó szempont, megfontolandó. A gyerekek sajátjuknak érezhetik a vállalkozást, miután autonómiát biztosítunk benne, ők lesznek felelősek érte. Rengeteg pontot felsoroltam. Az lenne a másik kiemelt cél számunkra, hogy a programon belül a fiataloknak lehetősége lenne arra is, hogy nyissanak a körülöttük lévő közösség felé. Nagyon sokszor sajnos a közösség, a helyi közösség és az iskola nem tud együttműködni. Itt például lehetne a helyi gazdákkal akár vállalat vagy gazdaságlátogatást tartani, lehetne szakértőket behívni az iskolába és megbeszélni velük, hogy ők hogy csinálják, akár biogazdálkodás tekintetében, lehetne akár befektetőket is vagy szponzorokat találni, tehát ez mind egyfajta lehetőség arra, hogy kinyissuk az iskola kapuit. Illetve ami még fontos, hogy folyamatos szakmai támogatást biztosítunk az iskoláknak. Egyrészt az iskolakert alapítvány szakmai szempontból, másrészt pedig a GEM, mint a vállalkozói szempontból. Tehát nem hagyjuk magukra a pedagógusokat, képzéseket adunk nekik, versenyekre meghívjuk a vállalkozói kis csapatokat, szakmailag mögöttük állunk, hogyha elbizonytalanul kérdésük van, akkor természetesen segítjük őket az év során. A gyerekek szempontjából pedig azért lehet érdekes, mert nincsenek padhoz kötve, itt szabadon mozoghatnak, vannak problémák, amiket meg kell oldani, együtt kell működni, tehát nagyjából ismételhetném mindazt, ami a mai nap során elhangzott, ez itt is megvalósul a programon belül, és ami még nagyon fontos, hogy azok a gyerekek is sikerélményhez juthatnak, akik amúgy az iskolai osztálytermi teljesítményük nem túl fényes, vagy nem olyan kiemelkedő, és inkább a gyakorlati életben tudják megvillogtatni a saját képességeiket. Tehát ez is lehetőséget ad a nagyobb motivációra. És zárásképpen pedig még annyit mondanék, hogy eddig is az elmúlt több mint 20 évben azon dolgoztunk, hogy segítsük, amint említettem, ezt a három területen a fejlesztését a diákoknak, pénzügyi kultúrafejlesztés, vállalkozói oktatás és munkavállalói készségek. De úgy gondoljuk, hogy egy új csapásvonal lehetne az, hogy ezt mindezt ne önálló ágazatként, hanem a többi tantárgyhoz becsatolva, hozzácsatlakozva egy kicsit másfajta szemszögből próbáljuk meg közelíteni. Ezért jött elő például a környezeti nevelés. De vannak más programjaink, ahol például a társadalmi problémák kezelése is összekapcsolódik a vállalkozói szemlélet kialakításával. És úgy gondoljuk, hogy nincs olyan területe az életnek, ahol nem jöhetnének elő pénzügyi döntések. Ugyanúgy lehet ez egy művészeti szakközépiskola, ahol egy ötvös tanulótól nem várhatjuk el, hogy mindent tudjon például az iskola elvégzésére, anélkül, ha nem próbálja ki milyen vállalkozónak lenni egy ilyen védett programon belül. Ugyanígy lehet szó a szakiskolákról, hiszen onnan kerülnek ki a legtöbben önfoglalkoztatóként, de lehet szó éppen az orvosokról, a felsőoktatásban végzettekről. Szóval a mi új, nem is új, de talán amin dolgozunk folyamatosan, az, hogy minél több területtel összecsatoljuk a pénzügyi nevelést. Záróképpen pedig azt mondanám, hogy miután a pénz egy olyan eszköz, amit mi emberek találtunk ki, akkor ideje lenne tudatosan használni is azt, ha már egyszer kitaláltuk, úgyhogy próbáljuk mi is erre tanítani a fiatalokat. És köszönöm szépen, hogy még utoljára így türelmek voltam az előadáshoz, és nagyon sok sikert kívánok a saját programjaikhoz.